Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket államalapító ünnepünk előestéjén itt a Kiskun Múzeumban, egy olyan kiállítás sorozat megnyitóján, amelyen Szántó Piroskára emlékezünk. Itt született Kiskun Félegyházán, bár a születésnek az évfordulója decemberben lesz, de a szülőváros és a gyűjteményének a helyszíne, tehát Szombathelyjel közösen úgy döntöttünk, hogy az emlékévet és az ünnepség sorozatot Kiskun Félegyházán augusztus 20-ai ünnepségekhez kötjük. Az apropója igazából az, hogy 15 évvel ezelőtt kapta meg a díszpolgári címet, bár ő már sajnos ezt nem érhette meg. Tehát így a Szántó Piroska emlékév Kiskun Félegyházán augusztus 19-én indul, és nagy szeretettel köszöntök még egyszer itt mindenkit, aki megjelent ezen az ünnepségen, és tisztelettel felkérem Kapus Krisztián polgármester urat, hogy köszöntse a vendégeinket. Először is minden tiszteletem azokért, akik itt vannak. Hát csak azért, mert 35 fok van, hanem azért is, mert mindenki elutazott erre a 4 napos ünnepre, hogy csak a legkitartóbbak jelen vannak. Tisztelettel köszöntöm Feledi Balázs urat, tisztelettel köszöntöm Kiskun Félegyháza város díszpolgárait, Kapus Béla és Juhász István tanár urakat, hiszen egy díszpolgárunk emlékére jöttünk ma össze. És tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett Szántó Piroska kiállítását megnyitóján, aki 100 éve 1913-ban született itt Kiskun Félegyháza, és ahogy elhangzott, 1998 óta városunk díszpolgára. Sokszor, amikor egy kicsit hazagondolunk, akkor Radnóti Miklósra jutnak eszünkbe. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám vitte lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok. Igen, itthon vagyunk mi is, itthon vagyok én is ebben az országban, Magyarországon, és itthon vagyunk Kiskun Félegyházán. Épp úgy érezhetjük az itthon melegét, mint ahogyan érezhette Szántó Piroska városunk szülötte, Kiskun Félegyháza város díszpolgára. A díszpolgári címre való felterjesztés indoklásaként a következő sorok szerepeltek. Műveiben, munkáiban gyakran feltűnik meghatározó gyermekkori élménye az alföldi táj, a félegyházi városkép, a piac tér, ahol laktak sajátos hangulatával, színeivel. A gabonapiac nyüzsgése és a kukucska piac színes világa mélyen bevésődött a fiatal lány élményvilágába. Fő motívumai közül a lovak talán a legkedvesebbek voltak lelkének, a Korona utcai büszke fiákeres négylábúak épp úgy visszatérnek alkotásaiban, mint az egykori búzapiac fáradt, öntudatos paraszlóai. A kapcsolat Szántó Piroska és Kiskun Félegyháza között sokáig egy kicsit hidegebb távolságtartó volt, míg nem egy lelkes csoport kezdeményező és közvetítő munkájának eredményeképp újra egymásra talált művész és szülővárosa. Itthon vagyok, írja Radnóti, és lám milyen egyszerűen megragadható itt a kiállított alkotások között is az otthon, a haza, a szülőföld emléke a művész szemszögéből nézve is. Érzékelhetők műveiben, hogy hatással volt rá, és jelentőséggel bírt életére, gondolkodás módjára a gyermekkor világa, a kiskunok alföld iránti szeretete, melyeket felhasználva sajátos világot teremtett. Kedves vendégek, kedves Kiskun Félegyháziak, köszönöm, hogy augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepének előestéjén a szervezőknek, a Kiskun Múzeumnak, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárnak és Művelődési Háznak, hogy megteremtette a lehetőségét annak, hogy díszpolgárunk Szántó Piroska Kiskun Félegyházi születésű művész alkotásának kiállításával még emelkedettebbé tegye az államalapításunkhoz kapcsolódó ünnepnapok fényét. Még egyszer köszönöm, hogy itt vannak, és ezzel a Szántó Piroska emlékévet megnyitom. Köszönöm. Köszönöm szépen, polgármester úr, köszöntő gondolatait, és folytatnánk a sort, hiszen a Kossuth és Munkácsi díjas grafikus és festőművésznő alkotásai olyan gazdag és sokrétűek, hogy igazából Kiskun Félegyházán úgy döntöttünk, hogy három helyszínen mutatjuk be alkotásait, szinte tematikusan. A három helyszín a Kiskun Múzeum, a Művelődési Központ, a harmadik pedig a Petőfi Sándor Művelődési Központ. A három helyszín közös kiállításának a megnyitójára tisztelettel felkérem dr. Feledi Balázs művészeti írót.
Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közönség, kedves polgármester úr, örülök, hogy ülnek és hogy árnyék van, mert annyira szeretem a témát, a mai témát, Szántó Piroskát, hogy lehet, hogy egy picit hosszabb leszek a keleténél. Rögtön például hadd jegyezzem meg, hogy Radnóti Miklóssal való hivatkozás a polgármester úrnak nem csak hogy találó volt, de igazán élik is egy Szántó Piroska nyitáshoz, hiszen szeretett férje Vas István rendkívül nagyobb becsült a Radnóti Miklós, mint köztott majdnem generációs társak is voltak, és több verset írt Vas István Radnótihoz. Úgyhogy az ő föl elevenítése személyének és költészetének ez nagyon illik ez a mai nyitáshoz. Engedjék meg, hogy személyes emlékekkel kezdjem megnyitómat. Szántó Piroska szeretett férje Vas István, a kitűnő költő műfordító, 1991 végén, decemberben hunyt el, 81 évesen. Ilyenkor a közvélemény és a közvélekedés szerint az özvegynek egy gyászéven keresztül nem illik hangsúllyal a nyilvánosság előtt szerepelni, ám Szántó Piroskának 1992 őszén újabb jelentős kiállítása nyílt a Budapesti Vigadó Galériában, a személyesség azt jelenti, hogy akkoriban én ott dolgoztam, méghozzá már szeptember végén, 24-én. A kiállításnak ráadásul Szerelmesek volt a címe, akkor, amikor pedig az alkotó művész 79 éves volt. Ám mindez nem volt semmiféle szentségtörés, nem volt blaszfémia, nem volt emlékgyalázás. Sőt, a művésznő éppen Vas Istvánhoz fűződő, mély és valóban sírig tartó kapcsolatáról szólt, alkotott vizuális véleményt ezen a rendkívüli kiállításon, aminek legkorábbi műve még egy 1971-ben festett olajfestmény volt, és amelynek címe hangsúlyos és jelképesen is gyönyörű. Terminus vitae sed non amoris. Van határa az életnek, de nincs a szerelemnek. Többféle fordítása lehetséges, leginkább latinul gyönyörű ez a sor, úgy is fordíthatnánk, hogy a szerelem átlépi az élet határait. Nos, Szántó Piroska és Vas István kapcsolatára ez valóban jellemző volt. Nem is egy ilyen című képet festett egyébként a művésznő, és a kiállítás különlegessége még az volt, hogy az akkor legfrissebb sorozatát Szántó Piroska közvetlenül a Vas István halálát megelőző évben festette, illetve készítette, mert ezek pasztelek voltak, akkor emlékszem rá, 15 gyönyörű pasztel, jellemzően nagyméretűek, 60x100-asok, és mind 90-91-ben készült, ezzel a címmel Kék szerelmesek. Azért is említem ezt, mert ezen a kiállításon látunk egy-két gyönyörű darabot ebből a sorozatból, itt is és más helyszínen, külön ajánlom ezeket figyelmükbe. A kiállítást, és ez is nagyon jellemző, az ő baráti körükre és az ő kapcsolatrendszerükre Mándi Iván író nyitotta meg, többek között e szavakkal, a szerelmesek. Nos igen, a szerelmesek otthon vannak egymásban, és mégis újra és újra felfedezik egymást. Úgy érzem, ez a testi és lelki sugárzás ad nekik valami hitet és erőt. Sugárzás? Esetleg fájdalmas fény. Tekintetek csillannak fel a combok, fejek, vállak, karok közül, felcsillannak, kihújnak, hogy aztán ismét felragyogjanak. És Mándi, akire nem jellemző igazán ez az érzelmesség, még hosszan elemzi ezeket a helyzeteket, ezt a kapcsolatot, ami a két alkotó között volt. Köztudott, hogy eme kapcsolat folytán is Szántó Piroskára figyelt az irodalmi világ. Azt is mondhatjuk, hogy inkább az irodalmi világ figyelt, mint a képzőművészeti világ. Igen sok kitűnő barátjuk, kapcsolatuk volt a magyar irodalomból. Ugyan egy kiállításról Görgei Gábor a következőképpen ért. Szántó Piroska kiállított képeket a Vigadó Galériában, megrendítő képeket. Nem hiszek a válteszi művészetben, sámánságban, mágiában, legyen az költő vagy festő, mindegy. Tudom, hogy Szántó Piroska sem hisz benne, enyhén szólva, vagyis utálja. Nem akart ő mágikus lenni, csak egy hatalmas vallomássorozatban megfestett egy szerelmi kapcsolatot. Kapcsolatot? Ugyan már összefonódást, összenövést, összeindázódást, egybeburjánzást. A teremtés sejtosztódása után
az egymásba visszatérés egységtűségét, a szétrobbant világ újraegyesülését, két ember testi és lelki történetében elmondva. Majd ő is még hosszan beszél a Vas István Szántó Piroska kapcsolat csodálatos szerelmi vonzalmairól, összefüggéseiről, és majd azt írja, hogy mégiscsak mágikus ez az egész. És végül is engedjék meg, hogy még Ottlik Gézától is. Azért fontosak ezek a nevek, mert jelzik azt, hogy valóban ki volt Szántó Piroska, ha nem kötjük konkrét irodalmárokhoz, képzőművészekhez. Ottlik egy megnyitójában hosszan szabadkozik, hogy ő soha nem nyitott kiállítást, nem is szeret, nem is ért hozzá, de tudjuk, hogy Ottlik és Vas között rendkívül szoros volt a kapcsolat. Köszönhet, hogy Ottlik Géza a vészkorszakban 1944-ben Gödöllőre kivitte Vas Istvánt egy könnyű mozdulattal, mikor Vasnak be kellett volna valóni a munkaszolgálatra, gyere hozzánk Gödöllőre, ott elleszel, és valóban így sikerült átvészelnie. Barátság lett ebből, és Ottlik egy kicsit fenyegetően is úgy ír, és figyelmeztet a festő már későbbi korszakának nagy szerelem halál ölelkezése előtt is, hogy a szeretet veszedelmes, halálos dolog. A végzet a fátum, a balsors szívesen lecsap rád, a kertedre, a földedre, és szereti elvenni épp azt, amit szerettél. És valóban végül az idézetekkel egy költő is, 87-ben Szentendrén nem akárki, szintén egy nagy-nagy fárasza a magyar költészetnek, Nemes Nagy Ágnes nyitotta kiállítását. Így beszélt. A grafikus Szántó Piroska nem kevésbé önmaga, mint a festő, ami annyit jelent, hogy a vonal által, a fekete-fehér által is birtokolja saját világát, a látványgazdagságát, és a belőle kitekintő szemeket, jeleket, a konkrétumokat és az absztraktumot. Nos, a hasonló idézeteket még sorolhatnék, de talán ennyi is elég volt annak jelzésére, hogy érezzük. Olyan alkotóról van szó, akinek művészetében elsőrendű fontosságot kapott egy kivételes emberi kapcsolat, és aki ezt méltó és emelkedett módon képes is volt megörökíteni, ahogy szó is esett róla, sírig és síron túl. És akinek munkásságára folyamatosan figyelt a magyar irodalmi világ is, nem csak a képzőművészet. Szántó Piroska nagy emberi megpróbáltatásokon keresztül jutott el oda, hogy e kataklizmák hatásából kiemelkedve alkossa meg emelkedett életművét, amelynek egyik jellemzője, hogy nem ragad bent a pessimisztikus, szorongó és szorongató látásmódba, amelyre élete történései terelhették volna, hanem művészetére a legjobb értelemben jellemző a humanizmus, az összetett drámaiság, a mély tartalmiság, a vitalitás, az életerő és az életszeretet. És ezt egészíti ki technikai alkalmazó készségének változatossága, hogy egyaránt volt autonóm és alkalmazott művész, festő, grafikus, illusztrátor, hogy kitűnően értette a festészeti és a rajzi technikákat, hogy szuverén alkotó személyiség volt, akinek írói, szépírói teljesítménye sem mellőzhető. Élete itt Kiskunfélegyházán, és ezt önök nagyon jól tudják, örömökkel és tragédiákkal terhes, hiszen kisgyermekkorában önkezével vett véget életének édesanyja, miután édesapja elhagyja a családot. Ugye a holokauszt során elveszti nagymamáját, akkoriban meghal nagynénye, áldozata lesz bátyja ennek a vészkorszaknak, de testvérével, nővérével, Pannival életre szólóan harmonikus a viszonya. Itteni tanulmányaiban sikeres, kitűnően végzi a Szent László gimnáziumot, nehéz szociális körülményei ellenére is tanul Budapesten. És most már, hogy a szakmáról is szó essen, nem hagyható ki bizony a Bélu Bélaféle indítás itt a gimnáziumból, és nagy-nagy öröm, hogy ahogy itt belépnek, rögtön az első balra, hogy meglátnak egy fotóportrét is a művésznőtől, ott van egy 27-es akvarellje, ami föleleveníti a kiskunfélegyházi atmoszférát, ugye 16 éves ekkor, és rendkívüli módon mutatja 14 a képességeit.
És utána fontos az építkezés, hogy Szőnyihez jár, hogy Vasarihoz jár, hogy bekerül a Vajdaféle csoportosulásba, hogy hatlá Kornis Dezső Bálintendre. És ami ebből a szempontból lényeges, és ezt mindhárom kiállítás ma sugallja, hogy egy pillanatig nem lesz epigon. Rengeteg kitűnő művész környezetében dolgozik. Érzékeny lélek, mégsem lesz epigon, nem utánoz, a maga útját járja. Világnézetében is sikeresen egyezteti a látszólagos ellentéteket. Zsidósága ellenére vonzódik a kereszténységhez. Életvitelében a keresztény értékrendet tartja fontosnak. Stációképeket festett a 80-as évek elején a bajóti templomba. Nem akárki kérésére, Balázs Béla kérésére. Egyébként párját is tudjuk, hogy mennyire jellemzi a vallásosság. Vas István katolicizmusa közismert, őt is Balázs püspök úr temette. Ugyanakkor Szántó Piroska baloldali, a szocialista képzelés csoport tagja, és úgy baloldali, hogy a II. Világháború után, a rövid bizakodás után, a Rákosi időkben minden szakmai lehetősége megszűnik, kiiktatják a művészeti életből, és 1949 után csak 57-ben lehet kiállítása. Az is billeget, hiszen 56-ot nagy örömmel köszöntötték a forradalmat, amiről később kiadvány is megjelenik Vas Istvánnal együtt. Művészetével nem csak, hogy a politikát nem szolgálta, olyan, hogy szociál, nála nincs, de stílusokat sem követett, csak azért, mert az divatos lett volna, vagy mert sikert hozott volna. Mindig önálló utat járt, amelyben a természeti értékek és a szellemi értékek voltak középpontban. A vegetáció, ez alapkategória, sok ilyen munkája van itt is, a többi kiállítása, a flóra és fauna, a növények, virágok, állatok döntő hatással voltak rá, valóban az állatok és a lovak, a macskák, és a növényzetből kiemelt témái, ugye, például a kukorica, amely jelképi emelkedik. Abban a korszakban kezdődött pályája, amikor még nem volt jellemző, hogy nők alkotóművészi, különösen festőművészi pályára léptek volna. A hagyományos polgári értékrenddel, életformával és életvitellel még nehezen látták összeegyeztethetőnek a művész életformával járó devianciát, illetve azt, hogy egy nő 100%-ig rákoncentrálhasson az alkotói pályára, és azt fő hivatásnak tekintse. Mindezzel Szántó Piroska is megküzdött, így nem is véletlen, hogy az önök városa, a Kiskunfélegyháza egyik kitűnő művésztanára, képzőművésze Szabó Ildikó, komoly kutatómunka nyomán ezt a kérdést helyezte tanulmánya írása középpontjába. Szántó Piroska szürrealizmusa, avagy a nőiség, mint Szántó Piroska stílusának elsődleges forrása című írásában, amely könyvnek a bemutatója, hogy az év végére koncentrálódik. Valóban Szántó Piroska nagy elődök nyomán ugyan, de a 20. század második fele magyar művészetében élen járt nőművészeti kérdések felvetésével, illetve a kortárs festészetben nőként való érvényesüléssel, elismeréssel. Izgalmas körülmény, hogy ebben az évben, 2013-ban három olyan kitűnő festőnő születési centenáriumáról is emlékezhetünk meg, akik ráadásul mindhárman a szentendreiség eszméjéhez vonzódtak, és annak progresszivitását képviselték. Természetesen Szántó Piroska, azután Anna Margit, aki már 1991-ben hunyt el, 13-ban született, majd Vajda Júlia, aki szintén 13-as születésű, de csak 82-ig élt, 69 évet ért, ami érdekes, hogy mindhárman jeles művészházasságban éltek. Szántó Piroskáról ez közismert, hogy Vas Istvánnal. Anna Margitnak a tragikus sorsú Ámos Imre, a kitűnő képzőművész volt a párja, aki a holokauszt áldozata lett. Vajda Júlia férje pedig az a Vajda Lajos volt, aki 1941. szeptember 7-én, mint nagy pálya előtt álló fiatal kitűnő művész, már Nyugat-Európát járt művész, tüdőbajban 30 pár évesen elhunyt. Ezért is izgalmas tehát, hogy mindhárman nőként magasra jutottak, és hát csinálok Szentendrének egy kis reklámot azzal, hogy november 22-én a Malomban pont ezt a problémát is központba helyező kiállítás nyílik, ezzel a címmel: alkotó vagy múzsa.
8 képzőművész nő kiállítása lesz ez, természetesen a három centenáriumi művészével, amit Vaszkó Erzsébet és Szuli Angélái és másoké, akik valóban nagyon fontosak a 20. század magyar művészetében. És az még egy külön szakmai nagy esemény, hogy most a napokban nyílik a debreceni Modernben Ország Lélének egy nagy életmű kiállítása. Tehát ebben az évben ezzel a kérdéssel van módunk országos összefüggésben is foglalkozni. Három helyszínen látunk tehát itt Kiskunfél Egyházan egy kitűnő anyagot, nagyon jó áttekintést, mert hiszen tudjuk, hogy többféle téma, és a technikák varázslója volt Szántó Piroska. A legfontosabb témák megmutatkoznak, és ha még visszatérek ide, rögtön ahogy viszont belépünk a térbe, látunk egy 40-es olajtemper a képét, ami viszont egy vaszali hatásról tanúskodik. Nem epigon hatásról tanúskodik, hiszen ekkor még nagyon fiatal a művésznő. Ezen a kiállításon is a legfontosabb témák, a növényhez való vonzódása, a tavasz élmény. Figyeljék meg, talán legtöbbször a tavaszt festi különböző összefüggésekben Szántó Piroska, egészen odáig, hogy van a Művelődési Házban egy Vidám temető című munkája, ami egy szentendrei temető, de a tavaszi virágzással együtt rendkívül szép jelképiségében is, és címében is, és azt a vitalitást mutatja, ami szerintem rá egész életében jellemző volt. Az itt látható képek emlékeznek a tragikus sorsú családra, édesanyjára, megbarnult fotókat fölelevenítve, ez egy érzelmes híve ennek a kiállításnak, és nagyon érdekes, hogy az utazási élményeik, amelyek Vas Istvánnal közösek, Toledóból például éppen a vallásosságára való utalásokat nagyon erőteljesen jelzik, és minden kiállításon, és mindig, és mindenütt a szerelem. Ebből a bizonyos kék pasztel sorozatból is látunk itt a főfalon egy gyönyörű képet, régi történet a címe, ami azért nagyon szép, mert 200 elejé egy férfi-nő figurát látunk még élő, szerelmes állapotban, és belül pedig látjuk a csontvázaikat, de ugyanolyan összefonódásban, ahol az élet és halál szinte felmagasztosul. Itt elsőbben festményekkel találkozunk, másik két helyszínen grafikákkal, igen, de új grafikákkal, hogy ezek tulajdonképpen felemelkednek a festői problémákba is, hiszen tussal, diófapáccal, krétával, pasztellel, akvarellel, és ami nagyon érdekes, az általában nagyon sajátosan alkalmazott zománc festékkel erős képi hatásokat ér el akkor is, amikor tulajdonképpen műfajilag azt mondhatjuk, hogy grafikáról van szó. A Művelődési Házban a nagyon korai 32-es, 30-as évek elejéről látható korai munkái még abszolút nem Szántó Piroskásak, de jelzik azt a szociális érzékenységet, amely az egész munkásságára mindig jellemző volt. És ilyen szemmel izgalmas megnézni korai munkáit, mind a műfázban, mind a könyvtárban. 30-as évek végéről egy gyönyörű Magda Porté a pasztellel. Minden egyes művében van valami külön kis kuriózum, ami fölkeltheti a mi figyelmünket. És hát ki ne hagyjam, itt is van egy gyönyörű korpusza. Tudjuk, hogy élete második felében sokat jártak Vas Istvánnal a Szigligeti Alkotóházba. A Balaton felvidék rendkívül erős hatással volt rá, felfedezte a faluszéli korpuszokat, és ebből művészetének egy új korszaka keletkezett. Ezeket megfeste a maga nyers brutalitásában, olyan tartalmakat tudott vizualizálni, ami már nagyon ritka ebben a korban. És végül egy mondatban ne felejtsük az illusztrációit, kitűnő itt is a kis összeállítás, a könyvtárban egy nagy bemutatót látunk, hiszen tudjuk, hogy 49 és 56 között, de később is, ő elsősorban illusztrátornak számított, a magyar és a világirodalom nagyjait fantasztikus, nagy empátiakészséggel illusztrálta, külön kiemelve Vas István köteteit is természetesen, vagy Vas István fordítás köteteit. Itt kétségtelen, hogy számított az ő foglalkoztatásában az, hogy ki volt a férje, de ez a magyar könyvkultúra szempontjából csak hasznokat hozott. Ha a stílusáról még egy mondatot kell mondani, akkor nagyon fontos azt tudnunk, hogy nem is volt elvont, és nem is volt realista. Valami olyan köztes az ő szemlélete, ami valóban a szürrealizmushoz hasonlítja őt, ahol a beleérzés az álmoknak, a
különleges párosításoknak, vizuális elemekben egy képbe való összeszintetizálása, az, hogy nevezetesen egy növényben egy macskaarcot lát, vagy egyéb olyan képzett társítások jelennek meg, amelyek csak egyediek és csak reál jellemzők. 100 éve született és 15 éve hunyt el. A Farkasréti temetőben 98. augusztus 12-én került sor a búcsúztatására, és Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök mondott búcsúbeszédet, és Vicsor József polgármester úr. Egy nagy életút záródott le halállal, egy olyan életút, melynek kezdete tehát itt volt Félegyházán, és ugyan a történelem tragédiái nyomasztó teherként nehezültek Szántó Piroska személyiségére, mégis szülővárosa iránti ragaszkodása egész életében, élete második felében erős volt. Az elmúlt években kevés művet láthattunk tőle kiállításokon, ezért is nagy esemény ez a mai, mostani, melynek művész jelentősége kiemelkedő, és melynek létrehozásáért köszönet a városnak. Tisztelt megnyitó közönség, a kiállításokon különböző kitűnő idézeteket olvashatunk írásaiban. Én egy ilyennel hadd fejezzem be, egy nagyon izgalmas interjút adott 92-ben Lukácsi Andrásnak a Magyar Hírlapba, amikor ezt mondta: nekem olyan a festészet, mint a lélegzetvétel, mint az ópiumszívónak a méreg, és persze gyógyszer is nehéz napokban. Csak hát nagyon kell vigyázni, hogy ne én érzékenyüljek el, hanem a néző. Nos, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, a ma bemutatott művek láttán elérzékenyülünk, és ebben az állapotban nyitom meg a kiállítást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen dr. Feledi Balázsnak a megnyitót, és szeretném azért elmondani, hogy a Kiskun Múzeumban a Kiskunfélegyháza város tulajdonában lévő képek láthatók, a múzeum tulajdonában lévő képek láthatók, illetve több magángyűjtő is felajánlotta a kiállítás idejére, hogy láthatóvá teszi az alkotásokat, valamint a Móra Ferenc Gimnázium egy tulajdonában lévő egy-két látható, valamint a Szombathelyi Képtár anyaga. A könyvtárban és a művelődési házban pedig csak a Szombathelyi Képtár anyaga látható grafikák. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a kiállítás megvalósítását tették lehetővé. A Kiskun Múzeumban elsősorban Kis László kollégám, a könyvtárban és a művelődési házban pedig Molnár István, művelődési háznak a munkatársa, valósította meg a kiállítást Szabó Ildikó művésztanárnak a közleműködésével. Úgyhogy ezután is köszönöm mindannyiuknak, illetve a kollégáimnak, hogy a kiállítást láthatóvá tették. Ha megtekintik a képeket és az alkotásokat, utána egy rövid sétával a művelődési házba megyünk 5 órára, majd pedig onnan a könyvtárba, ahol a további bemutatott alkotások láthatók, és 17:30-kor a könyvtárban Hangok és Színek címmel egy zenés irodalmi estel záródik a mai nap. Akik a meghívót megkapták, azok gondolom jól láthatták, hogy az emlékév tovább folytatódik a mai megnyitó után, hiszen szeptember 7-én lesz egy különleges alkalom, egy művészeti séta, ahol az emlékhelyek, illetve a kiállítások megtekintése szakvezetéssel fog történni, Rosta Ferenc igazgató és Szabó Ildikó vezetésével, és december 5-én, illetve 6-án zárul Kiskunfélegyházán az emlékév, hogy tovább adhassuk a stafétát Szombathelynek, ahol egy nagy kiállítással december 7-én nyitják meg az ő kiállításukat. Azon a kiállításon ez az anyag, illetve a mi anyagunk is láthatóvá válik, hiszen mi fogjuk kölcsönadni az anyagot. És ahogy már Feledi úr is mondta, egy könyvvel szeretnénk zárni ezt a szép emlékévet, Szabó Ildikónak a könyvével, amely december 5-ére reményeink szerint meg is jelenik. Úgyhogy átadom önöknek a kiállítást, tekintsék meg, és utána szépen lassan elindulunk a művelődési házba. További szép napot kívánok önöknek!